Ökonapot tartott a Városvédők új telepért egyesülete. Azok a boldog békeidők című vándorkiállítás nyílt az Intercize Múzeumban. Háromnapos emléktornával emlékeznek Sipos Edit vízilabdázóra. Köszöntöm nézőinket! Önök a D+ TV híradóját látják. A Városvédők új telepért egyesület az iElektra ZRT-vel közösen egy ökonap részeként arra vállalkozott, hogy begyűjtse a speciális hulladékokat. Céljuk a feleslegessé vált műszaki cikkek szabályos és szervezett begyűjtése és a környezetszennyezés elkerülése. A feleslegessé vált műszaki cikkeket konténerre pakolják a felvételeken látható diákok a Városvédők új telepért egyesület szervezésében megrendezett ökonapon. Az eseményre, amelynek célja, hogy a kidobásra ítélt elektronikai eszközök ne a természetbe kerüljenek szennyezve azt, rengetegen elhozták otthonaikban felhalmozódott, már nem használt műszaki hulladékaikat. Szerintük ez egy igencsak hasznos kezdeményezés. Én nagyon szerencsésnek találom, hogy ilyen van, mert nem tudtam volna hova rakni ezeket a mikrót, mit tudom én, hűtő, minden ördögfüle volt, tévé, edények már, amiket nem használ az ember. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy nálunk ilyen van az új telepen. Nagyon jó lehetőség igazából a veszélyes hulladékoknak is, és az egész városból hoznak ide ki végül is hulladékot, fém hulladék, hát ami úgy látszik igazából. Tehát nagyon jó kezdeményezés szerintem az egész. Nem is hallottam, hogy a városban lenne máshol ilyen. Hát, mert igazából így a játszótér is jobban fejled a kisebbeknek, meg sokkal jobb lesz így az embereknek is. Az iElektra ZRT-vel közösen szervezett esemény részleteit Nyári Ilona, az Ökonap egyik szervezője ismertette, aki többek között azt is elmondta, hogy idén nem csak a műszaki, de a fémhulladékokat is begyűjtik. Ez a negyedik alkalom, és az első három alkalommal már 62 tonna műszaki hulladékot sikerült összeszednünk, ami szerintünk nagyon-nagyon jó eredmény, mert ez már nem az erdőbe kerül. És az iElektra ZRT ez a hivatalos felhasználat, tehát minden egyes gramja újrahasznosításra kerül, tehát nem szennyezi a környezetet, és ezt próbáljuk meg a lakóknak, ebbe próbálunk motivációt, hogy ne dobják ki, hanem tartsák meg, és mi majd minden évben összeszedjük. Tóth Kálmán, a körzet képviselője azt mondta, főként az újrahasznosítás lehetőségeit kívánják bemutatni a városlakóknak. Azért szorgalmazzuk ezt, mert gondolom mindenkinek van otthon olyan felesleges hulladék, ami már úgyse kell, és ezeket újra tudjuk hasznosítani. Itt elég komoly kiállítás van akár a papírból, akár a fémhulladékok hasznosításából és egyéb más. Meg lehet nézni, nagyon jó kis kiállítást szerveztek az Unterpi csoportiak, úgyhogy ennek folytatásának kell lenni, ez már hagyomány. Az egyesület ökonapjához a Dunaújvárosi Papírgyár is társult. A Dunapak és a Hamburger Hungária az iElektrával együtt a műszaki hulladékok feldolgozását is bemutatta a helyszínen az érteklődők számára. Azok a boldog békeidők az Intercize Múzeumban. Velocipéd replika, egy eredeti gramofon és egy kackiás verklis. Csak néhány különlegesség, amelyel a csütörtök délután az Intercize Múzeumban nyílt. Azok a boldog békeidők a Magyar Királyság virágkora 1867-től 1914-ig című kiállítás megnyitón találkozhattak az érdeklődők. A tárlat anyaga két magángyűjtő kitartó kutató munkájának a gyümölcse. Ring István, a kackiás verklis játéka hívogatta az Intercize Múzeum második emeleti kiállító termébe az érdeklődőket a csütörtök délutáni kiállítás megnyitóra, amely a Magyar Királyság virágkorát 1867-től 1914-ig mutatja be. A tárlat anyaga két magángyűjtőnek, Rajcsányi Lászlónak és dr. Barát Károlynak köszönhető, akik valódi családi erekjéket tártak a nagy közönség elé. A gyűjtés egész életünkből való, és nem csak az én életemből, hanem a szüleim, nagyszüleim életéből is. Az egyik kiállított tárgya dédapámé volt,
A sarokban levő ruha pedig a nagyapám díszmagyarja, rajta az ő háborús kitüntetései. A könyveket az én életem során gyűjtöttük össze, mert a háborúban mind elpusztultak. Ezek a könyvek a Monarchia egykori legdíszesebb kiadású, legszebb sorozatai. Büszkeséggel töltötte az embereket pont ez az időszak. A kiállítás megnyitón Farkas Lajos, az Intertéza Múzeum igazgatója köszöntötte az egybegyülteket. Elmondta, Magyarország számára azok a boldog békeidők mind gazdaságilag, mind pedig politikailag felemelkedést jelentett. Szeretném mondani, mint történész, hogy ugye a szocializmusban úgy tanították, hogy az osztrák-magyar monarchia az a népek börtöne volt. Hát nem volt a népek börtöne. Egy óriási felemelkedés volt, nem csak a magyaroknak, hanem az itt élő, tehát a magyar királyság keretein belül élő kisebbségeknek, a horvátoknak, szerbeknek, románoknak, szlovákoknak is, mind politikailag, mind gazdaságilag egy óriási felemelkedést jelentett. A megnyitóban dr. Barát Károly egy rögtönzött tárlatvezetést is tartott. Az anyag, amely igencsak gazdag, hiszen amellett, hogy látható például az első filmvetítőgép, a napi életből való mindenféle eszköz is szerepet kap. A magángyűjtők főként azoknak ajánlják az október 20-áig megtekinthető vándorkiállítást, akik egy valóságos történelmi időutazásra vágynak. Idén a Dunaújvárosi Fabu Éva Sportuszoda ad otthont a harmadik alkalommal megrendezett Sipos Edit emléktornának. A háromnapos tornán 5 csapat vesz részt, akik a fiatalon elhunyt vízilabdázó emléke előtt tisztelegnek. Sipos Edit pályafutásának nagy részében Szentesen játszott, de 4 szezonban is a Dunaújvárosiak csapatát erősítette. Ez hozta idén városunkba az emléktornát. A főszervező Farkas Mária nem sokkal halála előtt ismerkedett csak meg Sipivel, aki betegsége alatt senkitől nem kért, és nem is fogadott el segítséget. Ez a rövid ismertség is elég volt ahhoz, hogy Edit jó lelkéről tanúbizonyságot tegyen. Betegen is, halála előtt néhány hónappal a médiától és újságíróktól teljesen elzárkózva vállalta, hogy az akkor főiskolán tanuló, kötelező dolgozatot író diáknak, Máriának segít és elmeséli életét, betegségét. Az ország talán egyik legeredményesebb női vízilabdázója volt Edit, aki sajnos nagyon korán itt hagyott bennünket, de amit őről tudni kell, kitartás, önfegyelem, küzdés, a sport iránti alázat és a mindig mosolygás. Ő volt Sipos Edit. Sárfalvi Péter, a jelenlegi helyettes államtitkár, egykori világ és Európa bajnok öttusázó is személyesen ismerte Editet. Többek között ezért is jött el a megnyitó ünnepségre. Külön köszönetet mondott a szervező alapítványnak, hogy így gondozzák Sipi emlékét. Tehát a fiatalok nagyon fontos, hogy ilyen versenykörülmények között is megmutathassák magukat. Ezek a gyerekek több éve készülnek. Saját fiamon láttam, hogy mekkora élmény volt neki az első ilyen torna. Minél több ilyen kis versenyt kell rendezni. A vízilabda szövetség egyébként nagyon jó úton jár. Tudom, hogy egészen a bébi korosztálytól a felnőtt korosztályig rengeteg verseny és tornát rendeznek. Ezt kéne átvenni egyébként az összes többi szövetségnek, akik egyébként szintén nagyon jól működnek, de a vízilabdások valahogy aztán nagyon megérezték, úgyhogy ott egy nagyon kialakult kis versenyrendszer van. Mondom, az egészen fiatal korosztálytól egészen a felnőttekig mindenféle statisztikát, gólokat meg lehet találni a VLV honlapján, úgyhogy nagyon-nagyon profik. A háromnapos tornán résztvevő 5 csapat közül az első mérkőzést a Dunaújváros Tatabányával játszotta, amelyen sajnos a hazaiak maradtak alul. Az első és második negyedben még volt, amikor vezettek, a játék végére viszont elfáradtak, ami csak egy 7-12-es eredményre volt elég. Edzőjük Schmidt Tamás értékelte a lányok munkáját. Alapozási időszakban vagyunk még, ez látszódott a játékunkon is. Sajnos nem tudtuk érvényesíteni a saját játékunkat az ellenfélen. Az annak is volt köszönhető, hogy a mi társaságunk az egy fiatalabb brigád. Csak 3 olyan játékosunk volt, aki ez a korosztály volt. Úgyhogy látszódott a fizikai különbség a két csapat között sajnos. Vagy hát inkább korbelinek mondanám. Ami miatt nem tudtuk a saját gyors játékunkat úgy érvényesíteni, ahogyan szerettük volna. Ezért is volt ez a fajtájú eredmény.
Az emléktorna vasárnap délutánig tart a Fabó Éva sportuszodában, amelynek programja a www.dfvl.eu honlapján található. A rendezvényre a belépés díjtalan. A Modern Város programnak köszönhetően a sportlétesítmények fejlesztése is megkezdődik Dunaújvárosban. A Radari Sportingatlant a DVG ZRT szakemberei összesen bruttó 630 millió forintból újítják fel. Cserna Gábor polgármesterrel tartottak bejárást a Radari Sporttelepen szerdán. Többek között egy küzdősportcsarnokot fognak kialakítani a szakemberek az egyik régi épületből. A Dunai Ökölvívó Sport Egyesület vezetőedzője, Sulák András elmondta, jelenleg 14 tag versenyzik, és az általános iskolákban is megkezdték a gyerekek toborzását. Az új edzőterem hatalmas lehetőséget nyújt a sportolóknak. Lesz egy versenyring, két edzőring, 16 zsákot tervezünk, annyit terveztem, hogy annyit fogunk felrakni, ütőfalak, feszített labdák, különböző ügyességi feladatokra alkalmas eszközök. Akkor itt, ahol pont állunk, itt ez egy fitness terem lesz, minden olyan felszereléssel, ami a küzdősportokhoz lesz alkalmas. Lesz szaunánk, lesz merülőmedencénk, lesz több öltözőnk, úgyhogy hát ez egy csoda lesz itt a városban, minden valószínűség szerint. A Radari Sport ingatlan nem csak az ökölvívó csarnok kialakítását jelenti, ezen kívül még két művelettel foglalkozik a Dunaújvárosi Vagyonkezelő ZRT. Modern Város program keretén belül nyert támogatási szerződés Dunaújváros. Mi három ütemben és három különböző szerződésben kezeljük ezt a munkálatot. Az első ütemben a küzdősportcsarnok felújítására kerül sor. Én azt gondolom, hogy ez kora tavasszal már elkészül. A következő lépésben fog elkészülni az atlétikai futófolyósó és a hozzátartozó öltöző, és a harmadik ütem pedig a labdarúgó öltöző és a két darab műfüves pálya. Én reményeim szerint a három ütemet együtt nézve jövő év májusára ezek el fognak készülni. Erdei Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke is ellátogatott Dunaújvárosba, hogy megtekintse az országosan is egyedülálló kezdeményezést és együttműködéséről biztosítsa a helyi klubot. Úgy gondolja, hogy a dunaújvárosi csapat jól fejlődik, és az új felszerelt csarnok még eredményesebbé teszi majd a versenyzőket. Ha az a terv megvalósul, amit ugye itt vázoltak az érintett felek, Csubi elmondta, hogy ő hogy szeretne, ugye Sulák András a Dunaújvárosi edző elmondta, hogy ő mit, hogyan szeretne megvalósítani. Ha ez valóban megvalósul, akkor nagyon egyedülálló lesz, akkor egy európai színvonalú ökölvívóterem lesz átadva. Magyarországon meg tényleg egyedülálló lesz. Ősszel számos fejlesztés indult meg Dunaújvárosban. Cserna Gábor polgármester összefoglalta a támogatásokat és a felújításokat. A kézilabdacsarnok felújítása kapcsán nyertünk ugye 6 milliárd forintot. E héten ugye hételeim egy tornaterem átadás volt a Dunafer középiskolában, a villamostagozat épületében 100 millió forintos állami támogatással. Jelenleg a radarban vagyunk, a város területén, amikor itt valamikor is egy jó működő birkózó csarnok volt, ahol most állunk. Ezek gyakorlatilag ezek az épületek enyészetté váltak volna, de most mintegy 650 millió forintos állami forrásból fel tudjuk a műfüves pályákat, illetve ezt a küzdő csarnokot újítani. A felújításokat hamarosan megkezdik a szakemberek, így várhatóan mindhárom projekttel 2018 májusáig végezni fognak. Ezzel egy a mai elvárásoknak megfelelő, magas színvonalú sportlétesítményt hoznak létre. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézmény felújítási és fejlesztési programjában egy újabb, hatalmas feladat készült el. A Dunafer iskola villamos tagozatának 6 éve lezárt tornatermét újították fel. A tornatermet már birtokba is vehették a diákok. A szakképzési centrum több mint 500 millió forint támogatást kapott a város iskoláinak korszerűsítésére, javítására, rendbetételére. Az elmúlt egy évben már megvalósították például a Hild és a Rudas iskola összes külső nyílászáró cseréjét, illetve 800 napelemet telepítettek több intézmény tetejére. A központi Dunafer iskola villamos tagozata 100 millió forintot kapott a tornatermi szárnyának belső és külső felújítására, tetőszigetelésére. Évekig húzódott a
történet, a megoldás kérdése, azonban az elmúlt egy évben 100 millió forintos állami forrásból teljes tetőszigetelés valósult meg az épületen, így a holnapi naptól a tanulók birtokba vehetik a tornatermet, a város sportolói sportolhatnak, edzhetnek, és úgy, mint régen, egyéb közösségi rendezvénynek is helyet tud adni, bálok, kiállítások, expók, akár esküvők. Csapó Gábor szerint azzal, hogy elkészült a tornaterem felújítása, nem csak egy projekt valósult meg. Visszaadták az életet egy iskolának. A csarnok állapota már balesetveszélyes, szinte élhetetlen volt. Ami nem csak az ott tanuló diákoknak volt érvágás, hanem a városi sportéletnek és a város lakóinak is. Az utóbbi években már sem kiállításokat, sem bálokat, de még egy egyszerű testnevelés órát sem lehetett tartani a teremben. A folyamatos beázásoktól ugyanis alkalmatlanná vált ilyen célokra. Ez egy nagyon kellemes pillanat nekem, és azt tudom mondani, hogy ez egy nagy boldogság, nem csak az én, hanem a Dunaferi iskola életében is, de a Dunaversi Szakképzési Centrum életében is. 6 éve van zárva ez a tornaterem, és olyan mérvű, olyan szintű volt a beázás már, hogy gyakorlatilag az épületre is átterjedt. Ennek a megoldására a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával sikerült egy pályázatot kiírnunk, és egy közbeszerzést kiírnunk, melynek révén a munkát lebonyolítottuk, és jelentem a mai nappal átadtuk az épületet. Gyakorlatilag egy 2500-2700 négyzetméteres teljes tetőszerkezetet felújítottunk, ami nem volt technológiailag sem egy egyszerű feladat. De ezáltal állítom, hogy a város egyik legszebb életét tudjuk a dunaújvárosi közéletnek visszaadni. A város és az iskola vezetői közösen ünnepelték meg a teljesen felújított csarnok átadását. Mejendorkot a Lajos városunk és Fejér megye díszpolgára mondott pohárköszöntőt. Következzenek kiemelt híreink még egyszer, röviden. Ökonapot tartott a Városvédők új telepért egyesülete. Azok a boldog békeidők című vándorkiállítás nyílt az Intercize Múzeumban. Háromnapos emléktornával emlékeznek Sipos Edit vízilabdázóra. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Maradjanak velünk, mert Főcer Ramona jön az időjárás jelentéssel, aki elmondja, milyen idő vár ránk a hétvége hátra lévő részében. Ne menjenek sehová, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Vasárnap hidegfront, majd változékony hűvösebb napok. Vasárnap nyugat felől sok felé várható eső, zápor, zivatar. A déli délnyugati szél délutántól több felé nyugatira, északnyugatira fordul és felerősödik. Keleten, délkeleten még 27-30 fok is lehet, nyugaton, északnyugaton azonban csak 15-18 fokot mérhetünk. Hétfő reggelre kitisztul az ég, a levegő 5-12 fokig hűl le. Napközben több, máshol kevesebb felhő, délutántól nyugaton eső, zápor is kialakulhat. A szél csak néhol élénkülhet meg. A csúcshőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Kedden előreláthatólag az ország középső és nyugati tájain lehet többfelé eső, zápor, keleten, délkeleten csak helyenként fordulhat elő csapadék. Itt 20-24 fokig is melegedhet a levegő, máshol csupán 13-19 fokot mérhetünk. A Dunántúlon feltámad az észak-észak-nyugati szél. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!